Tanuljon és változtasson az életén. Éljen végre nyugodtan, Ariadne, a bölcsek szakiskolája. Látogass el honlapunkra a www.jeansclub.hu weboldalra, és töltsd le aktuális online kuponunkat. Jeans Club. Dress up your life. Cégünk országos hálózattal támogatja az álláskeresőket és munkaadó cégeket. Ha ön is bízik egy hazai tulajdonú tanácsadó cégben, építse velünk karrierjét vagy munkatársai csapatát. Ön daganatos beteg és nem tudja, kitől kapjon választ a kérdéseire? Kinek mondhatja el rákos betegként gondjait? És kihez fordulhat segítségért problémáival a gyógyuláshoz vezető úton? Ha ön már gyógyult, hol mondhatná el más betegeknek is a történetét? Hogy ki és mivel segítette idáig? Mindenre lehetőség nyílik a nem sokára induló Élj újra versenyben a rákkal című műsorunkban. Kedden este 8 órától két hetente megjelenő adásainkban onkológus, valamint dietetikus szakértők segítik a rákbetegeket, továbbá bemutatunk betegszervezeteket, tanácsadó szolgálatunk pedig fogadja hívásaikat. Élj újra! Irodónk vendége Paféri András, a fiú U19-es floorball válogatott szövetségi kapitánya. Szervusz, üdvözöllek! Hello, szia! Még nem voltál nálunk, úgyhogy... Még nem. Kezdjük talán azzal, hogy ki is Paféri András. Azon túlmenőleg, hogy az U19-es floorball válogatott szövetségi kapitánya. Hát én sportterületén dolgozom. Kézilabdákkal és floorball felszerelésekkel foglalkozom, mezekkel, ilyesmivel. Sportoltál korábban? Igen, floorballoztam elég sokáig, előtte meg kosárlabdáztam egy kicsit még gyermekkoromban. Miért floorballt abba hagytad? Nem, fordítva volt. Először... Jó, de ebben is egy floorballozó, nem? De a floorballt azt abba hagytam tulajdonképpen. Hogy? Hát a fiatal ember vagy még. Hát igen, sajnos a derekam, kaptam egy kis sérülést. Porckonok sérülve van kettő is. Úgyhogy az sajnos nem bírja a komolyabb edzés munkát. És jött magától, hogy maradsz a sportágban, vagy ez teljesen váratlan értéket, hogy így felkértek erre, hogy kapitán egy ilyen? Hát maga a floorball az azt gondolom, hogy olyan, hogyha valaki belekóstol és belekerül kicsit komolyabb szinten, akkor mindenféleképpen benne is fog maradni. Tehát ez egy ilyen örök szerelem marad. Azt mondják, edzősködni... hogy könnyű megszeretni, és azoknak is könnyű megszeretni, akik ugye egyébként úgy nem olyan sportos vénákkal vannak megáldva. Igen, egyébként az iskolákban azért szeretik, mert azokat a gyerekeket is meg lehet mozgatni, akik esetleg másik sportágban, olyan sportágakban, akik, vagy ahol jobban ismertek, azok is meg tudják ízlelni ennek az örömét. Gondolok itt, nem tudom én, kicsit ducibb gyerekekre, őket is be lehet fogni, hogyha már van egy ütő a kezükben, az már egy nagyobb élmény. És hallom, egy-két ügyetlennek titulál gyerek itt egyből úgymond ügyesnek érzi magát. Igaz ez? Természetesen, hát azonnal sikerélménye van, ugyanolyan szinten indul, mint az összes többi, és rögtön sikerélménye van. Mióta vagy a válogatott kapitánya? Hát ez tavasszal kezdődött, tehát 2010 márciusától, és hát igazából az első kör az most fog zárulni jövő héten, mert akkor van a világbajnokság. Hogy vetted át? Mi az elvárás veled szemben?
Hát az előző világbajnokságon a csapat negyedik helyezett lett, és tulajdonképpen ez a minimális elvárás, hogy ezt ismét teljesítsük, mert hogy aki a negyedik helyezésnél hátrébb végez, annak selejteznie kell majd a következő körbe. Úgyhogy reméljük, hogy ezt a minimális célt el fogjuk tudni érni. Mert ugye a világon most már egyre több országban űzik ezt a száraz jégkorongnak is ugye becézett sportágat. Sokan lesznek a németországi világbajnokságon? Hát tulajdonképpen ugyanúgy... Jó, lesz jövő héten Németország. Igen, így van. A csoport és B csoport küzdelmei is ott lesznek, tehát tulajdonképpen 16 csapat fog versenyezni. A csoport az 8 csapat, és a B csoport is. Mi az A csoportban vagyunk? Nem, mi a B csoportban vagyunk, így van. És fel tudunk ütni az A-ba? Megpróbáljuk. Mi kell ahhoz? Nagyon jó játék, meg sok jó gól. Hol kell végezni? Első helyen vagy a első kettő? Hát az a helyzet, hogy az esélyeket latolgatva szerintem a döntőbe jutás az reális cél lehet. Most az előző hónapokban játszottunk egy-két olyan csapattal, akik segítségével fölmértük a tudásunkat, és köztük voltak olyanok is, akik a B csoportban lesznek. De több olyan csapattal is játszottunk, akik A-csoportosak, tehát elvileg nálunk egy jóval komolyabb színvonalat képviselnek, úgyhogy reméljük, hogy a döntőben ott leszünk. Mit lehet tudni a válogatottról? Hogy állt össze? Vannak-e hiányposztok, hogy mindenki egészséges, tehát a legjobb magyar válogatott fog részt venni a világbajnokságon? Reményeim szerint a legjobb magyar válogatott fog ebben a korosztályban részt venni. Közel 70 gyereket mértünk föl az előző év tavaszán, és hát abból alakult ki egy végső 20 fős keret. Hát voltak olyan posztok, ahol nagyon komoly versenyek voltak, vagy izgulhattak a srácok a bekerülés miatt. De azt gondolom, hogy minden pozícióra megvannak a megfelelő emberek. És mindenki egészséges, akkor a... Most mindenki egészséges, igen. Legjobb csapattal vész ki. Így van. És azt mondod, a B csoportba minimum a negyedik helyen kell végezni. Igen. Hát úgy néz ki a történet, hogy a mi csoportunkban vannak a dánok, az ausztrálok és az oroszok. A másik ágon pedig vannak a németek, a lengyelek, a spanyolok és a kanadaiak. És ez jó vagy rossz nekünk? Hát több szempontból lehet vizsgálni a dolgot. A dánok talán a legesélyesebbnek számítanak, mert ők az előző VB-n még A-csoportosak voltak, ők estek ki. És hát azért a dánokat leginkább azok közé, az északi nemzetek közé lehet sorolni, akik a florbalban jók. Úgyhogy ők komoly kihívás lesznek szerintem. A másik oldalon a németek és a lengyelek tűnnek erősnek. A németekkel játszottunk többször is. Azt gondolom, hogy közel egy szinten vagyunk velük. Az oroszok meg az ausztrálok kicsit mindig olyan fekete ló, mert mondjuk az ausztrálokról nem nagyon tudunk semmit, tehát az előző világbajnokság óta nem láttunk olyan eredményt, vagy olyan... Velük kezdünk május 3-án, ha jól tudom. Így van. Reggel fél tízkor. Ha megvan a győzelem, akkor az sokat lendíthet, ugye? Igen. Azt gondolom, hogy azon a mérkőzésen... Utána jönnek a dánok. Igen. Hát remélem, hogy egy jó startot fogunk venni, és mindenkiben önbizalmat fog indítani ez a mérkőzés. És hát aztán utána jönnek a dánok, az lesz szerintem mondom a legnehezebb mérkőzés a csoportban. És hát aztán addig meg úgyis föl tudjuk térképezni az oroszokat, hogy ők mit játszanak a többiekkel. Csalódott leszel, ha nem lesz meg a dobogós hely? Nehéz a kérdés, igen. De feljutásról igazából azt mondod, az már csoda kellene. Nem mondom, hogy csoda kell. Abszolút nem mondom.